Kisfiam, nyere már el a gép elől, már 2 napja csak a billentyűzet csattogást hallgatom! Most nem lehet, anya, sztár lettem, és folyton válaszolnom kell a kérdésekre, hogy azt higgyék az emberek, mi nagyon jól élünk, és hogy vannak barátaim és magánéletem. Na, ezt meg kéne értened. Na. De ha folyton válaszolsz, nem fog nekik feltűnni, hogy egész nap a gép előtt ülsz? Istenem. Jaj, segíts! Te ezt nem értheted! Nem hiszik azt, mert leírom nekik válaszba, ha megkérdezik, mit csinálok, hogy haverokkal kocsmázok. Anya, ne legyél már ennyire tudatlan! Egy fasz vagy, kisfiam! Egy fasz! Jaj, ne, anya, már megint megsértődtél! Hová mész? Gyere már vissza, gyere már! Hop, kaptam egy új kérdést! Akarsz rá te válaszolni? Dögölj meg! A picsába! Az.fm az oldal, amely azért jó, mert sok az.fm celeb van rajta. Ho, na most! Figyelj rám jól! Tör ki az unalmas hétköznapokból, amikor csak remegő szemekkel bámultad a válaszait olyan embereknek, akik okosak, mert időspóroltak meg azzal, hogy nem használnak ékezeteket, amikor válaszokat írnak. A szíved mélyén mindig is vágytál arra, hogy az.fm celeb lehess. Tudom én. Na, gyerünk! Na, nézd milyen a szívedben, mondd csak ki! Igen, bevallom, én mindig is az.fm celeb akartam lenni! Gondolkozz el és mondd, hogy nem vágytál 20 000 kérdésre! Mondd ki! Mondd ki! Kimondanám, de valahogy nem megy! Éreztem! Tudod mit? Most segítek neked! Szerencsére én nem csak azt tudom, hogyan lehetsz sikeres videós, és hogyan lehetsz Facebook celeb, de profi vagyok abban is, hogyan legyél az.fm sztár. Megmutassam? Nem is tudom. Na jó, de csak mert egy lúzer vagy. Mielőtt regisztrálnál az.fm-re, el kell sajátítanod a magyar helyesírás új szabályait, melyeket a telefonok és az internet alkotott. Nyisd meg egy jegyzettön fájlt a kezeddel. Itt gyakorolhatod az írást, ameddig nem lesz tökéletes, mivel fontos, igenis fontos, hogy megfelelő stílusban írj válaszokat az.fm-en. De miért? Mert ha túl jól fogalmazol, vagy esetleg helyesen írsz le pár szót, akkor mindenki egyből hülyének fog nézni. És hogy miért? Mert te egy művelt paraszt vagy. Igen, ez a két ellentét kellett ide. Akik már celebek, azok műveletlenül műveltek, és nagyon jó fejek. Bárcsak a barátjuk lehetnék. Best friends ever. Szóval mondom, hogyan kell helytelenül helyesen írni. Nagybetűk kizárva. Ékezetek kizárva. Az elipszilonos J és a sima J között nincs különbség, és ez nagyon fontos, hogy megjegyezzétek. Ezt a 3 alapszabályt tartsd be, mert ezek nélkül azt hiszik az emberek, hogy van annyi időt, hogy ír ékezeteket, nagybetűket és foglalkozol a helyes írással. Hogy lehet ilyet feltételezni? Ha betartod ezt a 3 alapszabályt, akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy nagyon elfoglalt vagy, és 20 csajt döngetsz egyszerre egy helikopteren, miközben ellenséges katonákra lövöldözöl, és közben a világ legfinomabb hamburgerét eszed, és teljesen be vagy állva, és épp sörözöl a haverjaiddal is. Ezért nincs idő csak rövid, egyszerű válaszokat adni. Na most, ez még nem olyan nehéz, de most jön a nehezebb. Nem szabad összetett mondatokat használnod, maradjon egyszerű tőmondatoknál, amiket egy külföldi először megtanulna, ha olyan elvetemült lenne, hogy magyart akarjon tanulni. Ezért van az, hogy még szinte nullával egyenlő magyar tudással rendelkező színesbőrű ember is az.fm sztár tudott lenni Magyarországon úgy, hogy csak egy szónak számtalan kombinációjával válaszolgat, és néha nem a kérdésekre ad választ, hanem csak úgy valami másra. Mit szoktál csinálni szabad időben? Kus! Leszállni rólam, picsa! Időm a szabad, mar evekettő, börtönből kijöttem. Vegyük át a jelenkorunk internetes magyar helytelenül helyesírás szabályait még egyszer. Első. Ne használj ékezeteket, az angolok sem teszik. Második. Ne használj nagybetűket, max caps locknál, ha érzékeltetni akarod, hogy mennyire ideges vagy. Másért meg ugye mi a fasznak? Mi a fasznak? Oké, bocsát. Három. Szard le a helyesírást, a billentyűzet is leszar, amelyik gombot nyomod le rajta, és nem tök mindegy. Az érintőképernyős telefonok pláne leszarják. Negyedik. Tőmondatokban válaszolj, ha megoldható, egy szóban is rengeteg smiley, mert az olyan cuki. Ötödik. Dupláz vagy tripláz meg betűket random szavakban, hogy király ember legyél. Te kis celeb! Na, ezek az alapszabályok. Most már regisztrálhatsz ask.fm-re. A háttérképed legyen egy csaj, akit akár meg is dönthettél volna, ha jóképű lennél, Amerikában élnél, egyetemista lennél, kockasad lenne, és naponta zuhanyoznál, és nem ülnél egész nap a gép előtt. Ja, és természetesen a pornószínész lennél. Na, ha ez megvan, akkor... Add meg a kérdez felele kuckódnak a leírását. Hey, te figyelj már! Linked már ki a leírásba a Facebook profilodat, hát ha ott is celeb leszel. Jó ötlet. Ha ez megvan, add meg a várost, ahol élsz, hogy bárki autogramot akarna kérni tőled, akkor tudja, melyik városban keressen. Adj meg valami nagyon vicces idézetet, és azt, hogy kérdezzetek, mert attól menő leszek. Attention, attention! Oké, okay, oké, okay, oké, okay. Mi a fasz ez?
Mi ez a videó? Mi ez az alpári stílus? Mi az az ask.fm? És Miley Cyrus ezen a képen mégis hogy néz ki? Ha? Ha? Hogy néz ki? Bocsánat, uram, lemaradtam valamiről? Úgy látom, nagyon sok mindenről maradtál le. Ön, uram, nem tudta? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy tudta-e? De mit tudtam el? Hogy az ask.fm már nem menő, hanem aki celeb akar lenni, annak tumblreznie kell és blogolnia. Hát ezt nem tudtam. Így akarod megtanítani a mai fiatalságot, hogy mitől lesznek érettek, felelősségteljesek, megbízhatóak, sztárok és egyben senkik? Ez így nem mehet tovább. Bocsánat, uram, elrontottam. Későn tanítottam olyat, amit már nem menő, elrontottam. Belátom, de kérem, ne rúgjon ki. Bármit megteszek, meg tudok tumblrezni. Késő, te köcsög. Szarjál Gillette borotva pengét. A következő adástól én veszem át a műsor vezetését. Ne! Na most mi van? Nem az intrót kértem, az outrót kértem! Outro! Oké, itt valami nagyon nem stimmel. Miley, drágám, takarodj már ki a képből. Miley, egy kicsi az intro, outro benned is, és nem lehet látni semmit. Miley, kérlek, takarodjak ki! Úristen! Ez fail!